Szóval hihetetlen adataink vannak, amelyek azt mondják, hogy ez már nem áltudomány. Ez tényleg tudomány. És így az egyik legjobb dolog, amit felfedeztünk, hogy annyi meggyőző adatunk van, ami azt sugallja, hogy nagyobb vagy, mint gondolod. Erőteljesebb, korlátlanabb, mint amiről valaha is álmodtál. Meggyőző adataink vannak, amelyek azt sugallják, hogy az idegrendszered a világ legnagyobb gyógyszerésze, amely olyan gyógyszereket készít, amelyek jobban hatnak, mint bármelyik gyógyszer a gyógyszertárban. Egy gyógyszerészeti tanulmány 18-25% közötti okokozati viszonyt mutat. A mi adataink 75-85% viszonyt mutatnak. A személy, aki létrehozza a saját gyulladás csökkentő gyógyszertárát, a saját rákellenes vegyi anyagok gyógyszertárát, a saját fájdalomcsillapító gyógyszertárát. Ezt újra és újra látjuk. Szóval hihetetlen adataink vannak, amelyek azt mondják, hogy ez már nem áltudomány. Ez tényleg tudomány. A mellékhatása az emberek átalakulásának megváltoztatta a hitemet abban, hogy mi lehetséges. Láttam embereket a színpadon állni, négyes stádiumú rákkal, akiknek minden egyes szervükben áttétek voltak, és a testükben nincs nyoma a ráknak. És vannak adataink, amelyek azt sugallják, hogy ha egy fejlett meditáló vérében megnézzük a méhrákos sejteket, a hasnyálmirigyrákos sejteket, 70%-ban lecsökkent a mitokondriumok működése a rákos sejtben, és a mitokondriumok a sejt energiacsomagjai. Ez az energia kivonása a rákos sejtből tökéletesen megfelel annak, amit látunk a sikertörténetekben, amiket az emberek elmondanak világszerte. Láttuk, hogy vak emberek látnak. Láttuk, hogy süketek hallanak. Láttuk, hogy gerincvelő sérült emberek újra járnak. Láttuk, hogy az ALS megváltozott. Láttunk mindenféle hihetetlen egészségi állapotot megváltozni, hogy egy ember megváltoztatja, ahogy gondolkodik, ahogy viselkedik és ahogy érez. Mennyi idő alatt láttál bizonyos eredményeket elveszni? Milyen hosszan kell folytatni a gyakorlatokat naponta, hogy a hatás fennmaradjon? Mert úgy érzem, hogy ez nem egyszeri dolog, és nem ez az, amire bíztattok. Van ez a tapasztalat, amikor valaki eljön egy elvonulásra, vagy egy eseményre, és hihetetlen élményben van része. Méritek, hogyan folytatják az emberek a gyakorlást? Igen, ez fontos. Ez szuper fontos számunkra. És természetesen rengeteg adatunk van, de lássuk, hogy a lehető legvilágosabban el tudjam mondani. Amikor egy emberben megjelenik ez az izgalom, amikor érzi ezt a felfokozott érzelmet, és a szemei csukva vannak, és egy teremben van 1800 emberrel, a háttérben zene szól, nem esznek, nem szagolnak, nem kóstolnak, nem mozognak, és nem éreznek, és valamilyen szinten belső élményt élnek át, a test annyira objektív, hogy szó szerint azt hiszi, hogy egy új környezetben él, és így ez a felfokozott érzelem valahogy megfogja a testet, és kirántja a múltból, a jelen pillanatba. Sok ember mindenfélével, az ekcémától kezdve, az izomdisztrófiáig, amikor ilyen dolgok történnek velük, biológiai változás megy végbe a testükben, és teljesen másképp érzik magukat. Vannak, akik teljesen meggyógyulnak. Vannak, akik kikerülnek a kerekesszékből, és újra járnak, de sántítanak. És ez nem jelenti azt, hogy túl vannak rajta. Ez csak azt jelenti, hogy kapcsolatba kerültek, vagy sikert értek el. És így különböző fokú változásokat látunk. Látunk embereket 7 évig dolgozni egy végstádiumban lévő egészségi állapoton, 7 évbe telt, hogy elérjék az egészséges állapotot. Van, akinek 2 év, 3 év, van, aki 3 hónap alatt éri el. Nincs kiszámítható
menü, amire azt mondhatjuk, hogy ez így van. Amikor az emberek intenzívebb, emelkedett állapotba kerülnek, úgy tűnik, a változás sokkal azonnalibb és sokkal tartósabb. De a legtöbb esetben drámai változásokat látunk. Azt is fontos elmondani, hogy láttunk már embereket gyógyulni végstádiumú rákbetegségből. Már nem érezték az emelkedett érzelmeket, és visszatértek az életük körülményeire és az arra adott válaszukra, és visszatértek ugyanahoz a személyiséghez. Ugyanaz a személyiség, ugyanaz a személyes valóság. És a testük azt hiszi, hogy ugyanabban a környezetben él, és ugyanúgy éreznek, és ugyanúgy cselekednek, és gondolkodnak, és lám, az állapot visszatér. Láttunk embereket, akik meggyógyították magukat a Parkinson korból többször is. Volt egy reakciójuk, egy nagyon súlyos eseményre az életükben, ami nagyon erős érzelmeket váltott ki, és egy órán belül az állapotuk visszatért. Mert szó szerint visszatértek a régi önmagukhoz, és láttuk, hogy ez a személy megfordult és újra visszafordította az állapotát. Az emberek a legjobbjukat teszik. A személy, aki a színpadon áll, már számos orvos és kutató állt a színpadon, ők a 4 perces mérföld. Ők mondják a közönségnek, hogy én vagyok a példa az igazságra. Ez már nem filozófia, ez már nem elmélet. Itt vannak a felvételeim. Volt egy kétoldali mellrákos betegünk nemrég. Nincs nyoma ráknak a melleiben, vagy a nyirokcsomóiban, és a májában sincs már. Nézem a közönséget. Mindenki előre hajol. Ez a 4 perces mérföld, és ez a személy elmondja az igazságot, és elmeséli a történetét, ami nem túl szép, nem mindig rózsás, sok sötét éjszakán ment keresztül, átment egy csomó rosszabbodó állapoton, de minden nap meg kellett jelennie. Ha abba hagyták volna a megjelenést és a munkát, akkor tényleg nem hitték volna el, hogy ez lehetséges. De ha megjelentek és elvégezték a munkát, az azt jelentette, hogy elhitték, hogy lehetséges. És azt hiszem, ha hiszel a lehetőségben, akkor hinned kell magadban. Ha hiszel magadban, akkor hinned kell a lehetőségben is. Korábban csak néhány példa volt erre. Most már annyi csodás sikertörténetünk van, annyi nagyszerű történetünk, az emberek kezdenek fertőzővé válni, ahogy a vírus vagy bármilyen baktérium is fertőző, most az egészség és a wellness ugyanolyan fertőzővé válik, mint a betegség. És az emberek egy közössége elkezd áttörni, és látod ezeket a változásokat, amikor az emberek a színpadon állnak, a tudatosság nagyon erős változását fogod látni. És a tudatosság az tudatosság. És ha nem vagy tudatában, hogy meg tudod gyógyítani magadat, akkor ugyanazokat a döntéseket fogod hozni. Amikor meglátod ezeket, szerintem ez elkezd bozott tüzeket létrehozni, és ez az igazán izgalmas része. Rengeteg nagyszerű beszámolót látunk, amelyek tagadhatatlanul nagyszerű történetek az átalakulásról, és sokan-sokan közülük már nem szenvednek ekcémától, már nem szenvednek Parkinson-korban, már nem szenvednek rákban. Tényleg az van, hogy mindenféle történet van. Tehát én is, ahogy látom ezeket a gyógyulás történeteket, az látszik, hogy tényleg nem lehet azt mondani, hogy akkor valakivel ez történik, vagy ezt nem lehet megmondani. Egy olyat mondott, hogy az a tapasztalat, hogy amikor ilyen intenzív, magas érzelmi állapotba kerül valaki, akkor erőteljesebb, meg gyorsabb, meg talán tartósabb az az állapot, mert olyankor az van, hogy ez az autonóm idegrendszer, ami vezérli a teljes testünket, a sejteinket, meg minden funkciónkat a testünkben. És ez az idegrendszer az egyébként, amiről beszélt, hogy ez az a világ legnagyobb gyógyszerésze,
Mert ők ezt is folyamatosan mérik. Tehát amikor van egy ilyen rendezvény, ahol van egy elvonulás, mondjuk 2000 ember ott van együtt, akkor az elején, hétfőn mindenki, aki ugye önkéntes ez a dolog, vért is vesznek tőlük, és a végén is vesznek vért tőlük. De jó. És elemzik a vért. És ugye innen vannak nekik adataik, amikre ugye már azt mondják, hogy ez nem áltudomány, mert annyi adatuk van, hogy konkrétan ki tudják mérni a vérben azokat a vegyi anyagokat, ami teljesen olyan, mint egyébként egy gyógyszer, amit generál, amikor beveszel valami fájdalomcsillapítót például. Tehát ezt a test, ez képes előállítani. Akkor, hogyha te felszabadítod. Akkor, amikor összekapcsolódunk ezzel a koherens energiával, amikor a szívünk és agyunk egy ilyen rendezett üzemmódba kerül, akkor felszabadul az idegrendszerünk. Tudjátok, van a idegrendszerünknek a két fele, az egyik a szimpatikus idegrendszer, a másik a paraszimpatikus. Igen. A szimpatikus idegrendszer az a vészüzemmódban működik, amikor stresszes vagyok, amikor van egy veszély. Nagyon sok időben a mai ember ebben az állapotban van, és akkor igazából ott arról szól a történet, hogy valahogy meneküljünk, valahogy kerüljük el a bajt. De akkor, amikor le tudod nyugtatni magad, amikor bekerülsz ebbe az állapotba, amikor akár a légzéssel elkezdesz egy meditatív állapotba kerülni, és lenyugszik a szíved, és összeszinkronizálódik az agyaddal, akkor egyszerűen automatikusan a paraszimpatikus idegrendszer veszi át az irányítást, és ennek pedig az a dolga, hogy elkezd regenerálni. Ez képes előállítani olyan anyagokat, olyan úgymond gyógyszereket, amelyek sokkal hatékonyabbak, mint amiket a patikában árulnak. És egyébként meg nincs mellékhatásuk, mert pont arra vannak, hogy megjavítsák a sejteket. Nagyon-nagyon sok ilyen adatuk van ennek a kutatócsoportnak, akik ezzel foglalkoznak. Mérik a mikrobiomot a beleinkben, a baktérium tenyészetet, ugye millió számra laknak a beleinkben baktériumok, hasznos baktériumok, amik szimbiózisban élnek velünk, és kell, hogy így éljenek. Ezért probléma az, ha valaki antibiotikumot szed, mert akkor ezeket a hasznos baktériumokat is megöli. Nem tud szelektálni. Ezért kell párhuzamosan újraépíteni ezeket. Tehát ezek a létezésünknek az alapelemei. És a meditációk hatására ezek is pozitív módon változnak, ezeknek a mennyisége is, stb. Stb. Tehát igazából az történik, hogy amikor felszabadítjuk a testünket ebből a vészüzemmódból, amikor el tudjuk engedni a múltat, a múltbeli traumákat, a múltbeli érzéseket, akkor felszabadítjuk a testünket arra, hogy ez a gyógyszerész elkezdjen működni, elkezdjen termelni, megnyílnak a gyógyszertárak a testünkben, mindenféle, és bekerülnek azok az anyagok, amik ahhoz kellenek, hogy változások álljanak be. Most, hogy ezek ugye mikor történnek meg hogyan, ez ugye ez változó. Nyilván, amikor van egy rendezvény, ugye ezt mi is tapasztaltuk, akik ott voltatok az egész napos workshopon korábban. Igaz, hogy ott lehetett érzékelni ezt, hogy más volt az energia, tehát intenzívebb élmény volt, amikor közösen meditáltunk. Tehát a teremnek is van egy energiája. Ugye ő is erről beszélt, hogy amikor egy ilyen helyzetben van valaki, akkor ugye intenzívebben meg tudja tapasztalni ezt. És akkor erőteljesebb változások is tudnak lenni. De a lényeg az, hogy újra és újra. És ugye azt is mondta, hogy ez nem mindig rózsás. Igen.
nem mindig szépek ezek a történetek, hogy valaki ezt megismerte, hogy van egy ilyen út, és akkor rálépett erre, és egyszerűen elkezdett meditálni, majd 3 nap múlva minden csodás lett. Sokszor az történik, hogy rosszabbodik az állapot. Tapasztaltatok már ilyet? Én saját lábamon még bácsi. Saját lábadon is tapasztaltam. Igen. Igen. És erre mit mondott? Azt mondta, hogy onnan lehet tudni, hogy volt hitük, hogy megjelentek akkor is, amikor rosszabbodott az állapot, és leginkább akkor kell csinálni még inkább. És egyébként az elme nagyon trükkös, tehát ő ugye dobálja ezeket a dolgokat, hogy valahogy leállítson téged. Nem fog. Te meg képes vagy arra, hogy ki az, aki képes rá, hát az a valódi önmagad, az energia önmagad, aki látja ezt, amit művel az elme. Hogy akkor is ott vagyok, akkor is beleteszem a munkát, és aztán hiszek benne, egyre jobban hiszek, ahogy Viktória mondja, már ő is, ugye, hogy fogalmazott, az elején még kevésbé hit benne, most már egy picit jobban, még mindig nem ott van a hite, hogy már teljesen rá tudná erre tenni magát, de már jobb. Egyébként nem véletlen hozok én ide ilyen videókat, mert tudom azt, hogy az ismétlés által, meg hogy újabb dolgokat megnézünk, ezáltal tud erősödni a hitünk, hogy el tudjuk már képzelni, hogy akár velünk is megtörténhet.